Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Anna, engedd meg, hogy most a magam és a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében mondandómat olvassam fel számodra. Motto: engem a korom miatt ne ünnepeljenek, ha már egyáltalán, ne a korom miatt, írta Anna. Szintén te magad írtad egyhelyütt, csak azokról beszéltem vagy írtam, akik ez valamelyes szellemi közön volt. Engedd meg, hogy a mai nagy ünnepedet a személyes jókívánságokon túl egy szélesebb horizont pereméről is megvilágítsam. Az írók, az irodalom kultusza Magyarországon a 19. századból eredeztethető. Egyidős a polgárosodás a magyar függetlenségi törekvések kezdeteivel, amikor az írás maga, amelynek alapja az anyanyelv, a nemzeti kultúrák, a nemzeti identitás megteremtésének eszköze lehetett. Ezt a hosszan élő hagyományt a 19. század végétől a művészeti tudományos közbeszéd élő emlékezetté avatta, és a váltakozó évtizedekben a társadalom különböző csoportjai, vagy a nemzet egésze választott magának értékeket felmutató példaképeket, összekapcsoló, azonosságtudatot adó nagy személyiségeket. E körben nem egy példa bizonyítja, hogy a kultusz kialakulásának, szélesedésének középpontjában a nemzet eszméjét megtestesítő, a művészetek és irodalom területéről választott személyek, elevenek és holtak álltak, gondoljunk Petőfi máig tartó, vagy Jókai Mór életében beteljesedett kultuszára. A legenda teremtésen túl egy nagyobb közösség a sors kiválasztottjának is tekintett írót művein keresztül értelmezte, és választotta értékteremtésének szimbolikus jelképévé. A proféták utóda, szárnyaló korunk hőse teremtő küzdelemben az emberiség számára egyre rémisztőbb világból jövő jelek, képek megfejtésével, kérdésekre adott válaszsal, hittel, reménnyel, egzisztenciája legbensőbb szavaival képes megnyilvánulni. Erkölcsi útvesztőben, a magány létállapotában, a halál fenyegetésében testi-lelki útmutatása váró embereknek az örökértékek felmutatása, a mi dolgunk a világban kérdésére adott válasz, a jel, hogy nem éltünk hiába, példájának közvetítése, az eszménykeresés fontos. És bár úgy tűnik, a világ elembertelenedésével párhuzamosan a költészet is visszaszorul. Az irodalom is rangját veszti, a vállalt feladattudattal, az emberek felé hajló szó, a részvét, az írói kockázatvállalása, az üzenetként megfogalmazott fohász meghallgatókat talál itt a földön, és talán fenn az égben is. Jókai Anna írja, ránk vár a tisztító, fényező munka, a következetes, határozott tettek. Reményt ad, hiszen szavai szerint minden mágia elhamvad előbb-utóbb. A mágiagyújtók bekormozódnak, lemoshatatlan zsíros maszatként tapad az arcukra a szégyen, de a csillagok a hamuból is az égre szállnak, világolnak a nagy időben. Van, ami elpusztíthatatlan, higgy ebbe, barátunk, írta Sütő András emlékére. Megírt és megélt optimizmusa, hogy mi magunkon is múlik a jövő, sokaknak nyújt erőt a továbblendüléshez. Hogy már a névnél maradjak, Jókai Mórnak írták az őt 1893-ban ünneplő tisztelői. Nem fogjuk soha elfeledni, hogy midőn szabadságharcunkban a jövő iránt hitünk, reményünk megtörve volt, csataképeidben te tanítottál hitre, hazaszeretetre, és egyedül vigasztalunk valál. A világhelyzet ma is fájdalmasan érvényes látelete mellett az itt és szerte az országban ünneplők, Jókai Annában, az íróban és közéleti emberben valami hasonló erőt, közösségi eszményt érezhetnek, és így a szakláris eredetű irodalmi tradíció, a kultusz találkozik az új idő kihívásainak megfelelni kész alkotóművészi bölcsességgel, szellemiséggel. Kedves Anna, a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében további jó egészséget és alkotókedvet kívánok neked még hosszú-hosszú éveken keresztül, és nagyon gondolkoztunk, hogy milyen ajándékot adhatnánk, és kollégáim itt előkészítették a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében található Solymos Ida hagyatékából nálunk lévő kéziratod másolatát, amely a Csaba a téren című, amit úgy tudunk, hogy te nagyon kedveltél, és beválasztottál a Szeretteink, Szerelmeink című kötetedbe, és valószínűleg eltűnt a szemed elől ez a kézirat, és ennek egy másolatát szeretném átadni neked. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kedves ünnepeltünk, kedves ünneplő közösség! Kerek születésnapot köszönteni jöttünk egybe. Ilyenkor az ember, legalábbis a magunk fajta, hálát ad. Mindenek előtt hálát ad. Miért is adunk hálát? Természetes dolog ez? Ma az értékek iránt elég érzéketlen világunkban sokan azt mondják, hogy a születés nem alkalom a hálaadásra. Hát azt igazán nem kérdezte meg tőlünk senki, hogy akarunk-e megszületni. Mi van abban olyan jó? De hát a szabadság fogalma is sokszor homályos az emberek szeme előtt. Mert nem az a szabadság, hogy minden köteléktől mentes vagyok, és csak a vágyaim és a pillanatnyi hangulataim szerint döntök pillanatról pillanatra, hanem a szabadság egy nagy lehetőség valamire, pozitív tartalommal, értékekkel megtölthető lehetőség. És ebben az értelemben maga a születés, maga az élet a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk, mert a legnagyobb lehetőség. És ahogy telnek az évek és az évtizedek, joggal állunk meg, hogy mi lett ebből a lehetőségből. Hálát adhat tehát kiki a saját életéért, az örömökért, néha a szenvedésekért is, amelyekből gyöngyszemek lettek, néha azért is, amit mások is elfogadnak és elismernek, azokért a dolgokért, amit úgy nevezünk, hogy a művek, vagy akár az életmű. Hálát adhatunk azért, hogy emberek között lehetünk, akikhez szólhatunk. Azt hiszem, hogy az író, a költő, a pap nagyon érzi azt, hogy emberek felé van mondani valója, küldetése. Mindez értelmetlen lenne? Luxus lenne az, hogy használjuk és őrizzük az anyanyelvünket, hogy emberi tartalmakat és igazságokat mondunk ki rajta? Luxus, mert többe kerül, mintha az egész világon mindenki csak egy nyelvet használ, ha mindjárt csökevényesen is, hogy a munkaerő nemzetközi szinten könnyebben mozgatható legyen. Na, ezt a luxust mi engedjük meg magunknak, és adjunk hálát azért is, hogy van anyanyelvünk, hogy van saját kultúránk, hogy kinek-kinek megadatott egy sajátos neveltetés, amiből az ő világa kialakul, amit meg tud osztani másokkal. Azt hiszem, hogy éppen ez a nagy az íróban, a költőben, a művészben, hogy a saját gazdagságát, a saját színeit és fölismeréseit tovább tudja adni. Ebből következik, hogy nem csak a saját életéért hálás az ünnepelt, hanem mi is hálásak vagyunk érte. Hálásak vagyunk a mindenhatónak, hogy kaptuk őt, kaptuk, mint magyar kultúra, kaptuk, mint akik szeretik és tisztelik, és kaptuk, mint akiknek drága az, hogy legyen tartalma, értéke, értelme az életünknek. Mert sok mindenből tevődik ez össze. Összetevődik abból, hogy a saját életünket nem csak itt a földi élet idejében mérjük, hanem tágabbra tekint a szemünk, magunkban és egymásban valami sokkal többet becsülünk. És hálát adunk azért, hogy ez a fölismerés újra meg újra visszahat az életünkre, hogy termékenyé teszi az életünket, hogy értelmet ad mindannak, amit teszünk, és képessé tesz minket arra, hogy örüljünk is, örüljünk az eredményeknek, örüljünk annak, hogyha abból a fényből egy szikra itt megjelenik a mi életünk szürkeségében. Hát mindez olyan ajándék, amiért közösen is hálát adhatunk, és kérhetjük a mindenhatót, hogy adjon még sokáig erőt, egészséget, örömet, és üdvösséget ünnepeltünknek Jókai Annának, akivel mindannyian gazdagabbak lettünk, és reméljük, hogy továbbra is gazdagodni fogunk. Isten éltesse sokáig! Tisztelt ünneplők, tisztelt ünnepelt kedves Anna, közösségteremtő író. Amikor azon gondolkodtam, hogy mi is a legfontosabb számomra abban, amit tőled olvashattam, és benned megismerhettem, kezdve attól, hogy először édesanyámmal kerültél olyan
barátnői kapcsolatba, ami számára nagyon-nagyon sokat jelentett az életének az utolsó éveibe, és ezt személyesen szeretném megköszönni, akkor ez jutott eszembe, hogy azért az egy nagyon nagy adomány, az egy nagyon nagy talentuma az Úristennek, hogyha valaki képes közösséget teremteni maga körül. Mert hogy irodalmi alkotások vannak, Magyarországon színvonalas és kevésbé színvonalas alkotásokat szoktunk ünnepelni, promotálni, marketingelni, és nem tudom, mi mindent szoktunk még vele csinálni, de az irodalommal közösséget teremteni, ez az, amire a legnagyobb szükségünk van. Az egyik kedves mondatom a Napok című könyvedből, minden bölcselet halott marad, ha csak megtanuljuk, de nem éljük át, nem szabjuk önmagunkra. És ez az önmagunkra szabás, ez a nagyobb közösséget jelenti, és nem véletlenül beszélsz itt többes szám első szemébe, a mi nevünkbe, nekünk szólóan. Ebben valóban benne van, ebben a mondatban az írónőnek, Annának, Anna személyiségének egyik lényeges vonása, ami nem magától értetődő, pedig akár lehetne az is. Amikor a mű, amit alkot, és az élet, amelyet a teremtőtől kapott ajándékba, nem választhatók el egymástól. Az egyik hitelesíti a másikat. Jókai Anna az életével tanulta, és még ma is tanulja a bölcsességet nagybetűvel, és egyszerre tanítja azt írásain és közöttünk létén keresztül. Amikor Ady Endre elment Magyarországról, akkor, és az élő sorából, akkor azt mondta Ravasz László püspök, hogy hosszú időnek kell még eltelni ahhoz, hogy Ady Endrét, aki egyébként az egyik kedves költőm, a magyar ifjúság elé példaként odaállíthassuk. Mindenki érti, hogy mire gondolt. Annát már most is odaállíthatjuk, mert ahogyan él, ahogy a szemünkbe néz, ahogyan megszólít, ahogyan a szavaival simogat és helyreigazít, ha kell, szigorúan szeret, ha nem kell, akkor bizony háttérbe is tud vonulni. Mindezek a tulajdonságok a műnek és az életnek az egységét mutatják. Meg tudsz szólítani több százezer embert egy nemzeti ünnepen, sohasem felejtem el az Erzsébet hídnál mondott március 15-i beszédet egy nagyon nehéz helyzetben, és nem restelsz elmenni néhány tucat érdeklődő olvasó kedvéért a Kárpát-medence legtávolabbi zugában sem, vagy éppen Hamburgba, ahol együtt is találkozhatunk az ottani magyarokkal. Kíméletlen és egyben kegyelmes emberismerete, indulati analízisei, a lélek mély világának feltárására tett eredményes kísérletei jobbá tették a világunkat. A mi hol kicsi, hol nagyobb magyar világunkat is. Ha kimondjuk az igazságot, már is segítettünk abban, hogy meghatározzuk a dolgok helyét, kijelöljük a valóság koordinátáit. Jókai Anna életműve nemzedékek óta politikai rendszereken átívelően segít értelmezni mindazt, amit Teilhard de Chardin óta így hívunk, emberi jelenség. Vannak törvényszerűségek, melyeket csak egyféleképpen lehet magyarázni, ilyenek a fizika vagy a matematika szabályai is. Az irodalom értelmezéséhez szabad akaratot kaptunk. Ebben a könyvben, a napokban ezt is olvashatjuk tőled, a növények megtalálják a helyüket. Forróságban az egyik kövek között, a másik félig hó alatt dermesztő szelekben, amelyiknek nem jár, az esőt sem kéri. Panasz nélkül tudják a rájott szabuk leckét, igen. Ezen múlik talán minden. Felismerni a senki másra nem érvényes, az abszolút kiszabott, személyre szóló utasítást. Jókai Anna írásai segítenek abban, hogy mi is megtaláljuk a helyünket, ahogyan a növények is tudják, mi a feladatuk a világban, tudják, hogy milyen hosszú szárat és gyökeret kell növeszteniük ahhoz, hogy élni tudjanak. Jókai Anna prózája segít abban is, hogy ne ábrándokba investáljuk az energiáinkat, hanem a valóságba és a realitásokon túl mutató megismerésekbe. Nem csak a történetmesélés szabadságát mutatja meg, hanem erkölcsi kapaszkodót is ad, úgy, hogy közben fölhívja a figyelmet, bizony sokszor a nyelv és az élet kétértelműségeire. Ez az irodalom képes közösséget kovácsolni, közösséget erősíteni, annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy idő óta, állítólag ugye az első századok óta az olvasás lehet magányos tevékenység is, hiszen addig csak hangosan olvastak az emberek, azóta már olvasnak egyedül is magukban. De téged mégis együtt hívnak meg,
a Kárpát-medence legtávolabbi zugába is azok, akik között az írásaiddal közösséget teremtettél. Ez az a közösség teremtő irodalom, amire szükségünk van. És emellett a meditatív világértelmezés, mely független a közéleti gondolkodás politikai mezőitől, de mégis rájuk vonatkozik. Ha valaki felismeri magát és az őt körülvevő világot, a tükörként is használható könyvlapokon, az nem a véletlen műve. Azt írja Jókai Anna, hogy ha merünk önmagunk lenni és nem úszni az árral, ez a mi szabadságunk. E szabadság felismerését, önmagunk vállalását, önmagunk javítását és a közösség teremtést is köszönjük neked ezen a születésnapon, neked a Kossuth Díjas írónak és a Magyar Érdemrend nagy keresztje viselőjének. Azt kívánom, hogy ennél a nagy keresztnél nagyobb kereszted már ne legyen az életbe. És mégis ez bizony egy kicsit keserű édes, mert hogy tudom, hogy van nagy kereszted, vannak kicsi és nagy keresztjeid, ennek a viseléséhez kívánom a gondviselő Istennek az erejét. Isten éltessen sokáig. Tisztelt írónő, kedves Anna, hölgyeim és uraim! Szalad az idő, megállíthatatlanul múlnak a percek. Hogy mennyire, azt akkor látjuk, ha egy ünnepi pillanatra megállunk. És a mostani ilyen ünnepi és megállt parancsoló idő. A 80 éves Jókai Annát köszöntjük. Jókai Anna születésnapja azonban tágabb értelmű esemény. Ez bizonyítja az is, hogy meg annyi helyen, meg annyi ember és művészeti társadalmi szervezet, hivatalos fórum ünnepli az írónőt. Kultúrtörténeti esemény tehát ez a mostani. Szól Jókai Anna életművéről, az emberről, az emberi helytállásról, és szól mindannyiunkról. Most látható, hogy van a háttérben egy olyan összekötő kapocs, amely közösséget formált belőlünk, és ezt Jókai Annának köszönhetjük. Különösen fontos ez a dolog napjainkban, amikor, ahogy az írónő fogalmaz egyik vele készült interjújában, abban a világban, ahol most élünk, ahol egyre nehezebb a megélhetés, és ahol annyiféle hatás ér, ott nagyon meg kell dolgozni azért, hogy el tudjuk érni a másik embernek a lelkét. Olyan időket élünk ugyanis, amikor az anyagi valóság megkoptatja a lelket, amikor kevéssé hiszünk a szavak erejében, a bíztató és bátorító mondatokban. Pedig Jókai Anna életműve pont erről szól. Megírt regényei, versei és tettei egy ember kiállása a közösségért. Anna élete is tele van nehéz időszakokkal, ennyi esztendőbe beleférnek a történelem fordulatai, a magánéletébe beszűrődő jelen. Dolgozott tanárként, tanácsi hivatalnokként, gyári könyvelőként, megélt szegénységet, nélkülözést, elbocsátást, spórolást, szerelmeket és csalódást. Megélte az 50-es évek lélekszomorító napjait, a visszafogott 70-es éveket, a lázongó 80-as esztendőket, élt asszonyként, anyaként és alkotónőként. Megélte a hivatalos irodalmi és kultúrpolitikai időszakok változását és diktátumait. Dicsérték és méltatták költészetét, azok pedig, akik nem hittek abban, hogy egy irodalmi életművet meg lehet élni ugyanazon az erkölcsi alapon, ugyanazon értékek mentén, azok legfeljebb fanyalogtak rajta. Jókai Anna életművéhez hozzátartozik a közösség melletti kiállás, a mély elkötelezettség a hazához, a nemzethez. Van egy gyönyörű verse az Ima Magyarországért. Halk könyörgés a Jóistenhez, hogy segítsen megtartani a nemzetet. Benne van a múlt, a jelen, a mítosz és a valóság. Csak úgy, mint teljes életművében. Jókai Anna a nemzethez, az itt élő emberekhez és általában is minden emberhez szólt. Életműve ezért egyetemes értékű. Ha kellett pedig, az író ember elkötelezettségével ki is állt a verseiben megfogalmazott eszmék mellett. Ha kellett, politikai kiállással adott biztatást a hitehagyott embereknek. Ezt a halkszavú, de hatásos, állandó jelenlétet külön köszönjük az írónőnek. Az íróné életútja erkölcsi minta is, követendő példa. Arra az arisztotelészi eszmére tanít, hogy az emberi lét boldogsága a tevékeny és etikusan megélt életben rejlik. Istentől kapott képességét mindannyiunk javára fordította, nem őrizte meg azt az irodalom elefántcsonttornyában, közkincsé tette a szépséget.
Jókai Anna költészete és életműve ezért a mélyen és hittel megélt őszinte humanizmus, emberszavú költészet. Szeretettel köszöntöm a budapestiek nevében. További irodalmi és közösséget alkotó munkájához erőt, boldog életet és egészséget kívánok. Nincs papírom. Szívem van, lelkem van, és az akadémia köszöntését hát nagyon meleg szeretettel üdvözlöm. A Magyar Művészeti Akadémia szent helyén, a Kecske utcai teremben nem olyan nagyon régen megünnepeltük Annát úgy, hogy személyesen megöleltük, megsimogattuk, beszélgettünk vele, kocintottunk neki, és nagyon jól éreztük magunkat. Most más a helyzetem egy kicsit, most egy kicsit az akadémiát magát kellene képviselni, és mit tehetnék mást, mint hogy elmondanám, hogy 21 évvel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia társadalmi szervezetként való megalakulásakor mi volt az a három kritérium, aminek alapján az egyesületlét elindult, és egy évvel ezelőtt ez a három kritérium hogy vált kánonjává az akadémiának. A három kritérium között az első, hogy az lehet akadémikus, akinek elismert, társadalmilag és művészileg elismert, nem befejezett, de teljes életműve van. Tehát az akadémia nem a kezdők, nem a tehetséges fiatalok szervezete, hanem azoké, akik hozták azt a teljesítményt, amit az életük addig idejéig felmutattak. A második kritérium a közéleti érdeklődés, az átlagon felüli közéleti érdeklődés, mert olyan történelmi időszakban élünk, ahol nem engedhetjük meg, hogy a művészek színe java hazavonuljon, fessen, írjon és ne törődjön avval, ami ebbe az országba akár pozitív, akár negatív értelemben történik. A harmadik kritérium a megvallott, a kritikus időkben a kockázat mértékéig megvallott nemzettudat. A Magyar Művészeti Akadémia nem művészeti akadémia, hanem Magyar Művészeti Akadémia, és ezt konkrétan fontosnak kell tartani. Elmondtam az életrajzát Jókai Annának, aki kiváló beérett művész, aki közéleti ember, és aki olyan magyar, aki amikor kell, és amikor színre kell lépni, akkor ezt a magyarság tudatát világszínvonalon képes képviselni, tehát semmiféle nacionalizmussal megvádolni nem lehet. Úgyhogy én úgy köszöntöm most másodízben már Jókai Annát, hogy örülök neki, hogy a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak a kritériumai, és Jókai Anna, mint a tag egyek, és akár róla is meg lehetett volna fogalmazni annak idején. Köszönöm szépen! Tisztelt ünnepel, tisztelt ünneplők, szímem is van, de papírt is hoztam, mert Fekete György, ismerve a lelkipásztori velleításokat, arra kérlelt, hogy ha lehet, akkor rövid legyen. Megpróbálom. Jókai Anna bátor és érzékeny író, és könyörületes. Ha mi olvasók mondjuk íróról, hogy bátor és érzékeny, azt elsősorban az író írás művészetének karakterére értjük, és kevésbé az író habitusára. Az már ritka tünemény, ha egyszerre jelezzük, jellemezzük ugyanazzal a művet és az írót. Most így van. Jókai Anna bátor és érzékeny. A bátorság főerény, az érzékenység habitus. Sőt, aki Jókai Anna műveit olvassa, annak magának is szert kell tennie előbb-utóbb valamiféle bátorságra és érzékenységre. Bátorságra van szükségünk, mert írásai mindegyre néhány lépéssel előttünk járnak. És ez nyilván az író érzékenységéből fakad. És érzékenynek is kell lennünk, hogy ne vétsük el. Az a világ, amelyet írásaiba befogad és velünk megoszt, pontosan olyan, mint az a világ, amelyben mi élünk, ám a miénk a maga közvetlenségében mégis olyan keservesen megoszthatatlan, hogy Jókai Anna írásművészete mégis meghozza
a megoszthatóság csodáját, és föltárul, ami rejtett, megnyílik, ami feltárhatatlan, befogadható, ami elfogadhatatlan, az a bátorsága és érzékenysége közötti eleven kapcsolat gyümölcse. Ezt a gyümölcsöt pedig az irgalmasság érleli. Jókai Anna látható, olvasható, réges-rég leszámolt már az elmúlt évszázadokat átható illúziókkal, pedig volt azok közt nem egy édes is. Nem csak ismeri az embert, hanem jól ismeri az embert. És azért ismeri jól, mert irgalommal ismeri. Leplezetlenül áll előtte minden nyomorúságunk, a leginkább az, hogy az emberhez éppen az jut el a legkevésbé, amire a leginkább áhítozik. De ez nem is lehet másképp, mert közvetlen érintkezéseiben ezernyi köz- és privát ideológia mögé rejtőzik az ember. Táplálékra vágyik, de böjtölő szerepet játszván éhen marad. Szeretetre vágyik, de az igazság bajnokaként tetszelegvén szájon veri, aki homlokon csókolná. Életbűnt gyonna meg végre, de megtörhetetlen jellemmel páváskodva elbüszkélkedi a feloldozást. Jókai Anna türelmesen, ha tetszik, nagy műgonddal mutatja meg, akár egy-egy életen is, hogy hányféle fedő ént kényszerít magára kiki a nagy létrontásban. És érzékenyen rajzolja meg, hogy így aztán kiki mindegyre sok személyes drámát ad elő a maga egy személyes színházában. De nem ezt értem Jókai Anna bátorságán. Nem a leleplezés bátorsága az övé, hanem a könyörületé. Igen, bátornak kell lennie ahhoz is, hogy pontos diagnózist állapítson meg. A nagy csalásban tűnik elő csalhatatlanul a baj. De ahhoz még inkább bátornak kell lennie, hogy aztán kihívjon minket saját létünk kórházi folyosójára, és kérlelhetetlen könyörületességgel közölje velünk a terápiát. A leginkább azt, hogy fel kell végre hagynunk a mérhetetlen önbecsapással. Mert éppen akkor vagyunk a leggyengébbek, amikor a legerősebbnek gondoljuk magunkat, és ennek fordítva kell lennie. Akkor vagyok erős, amikor gyenge vagyok, mondja az apostol, hogy Isten ereje jusson bennem érvényre. Fel kell hagynunk Isten megzsarolásának ostoba, halálos tévhitével. Különben a nagy szemfényvesztés közepette elveszítjük maradék szemünk világát is, és egész életünk belesötétedik a nagy illúzióba. Ez a nagy baj, ez az Isten zsarolás, ebből kell kigyógyulni. S jaj, micsoda érzékenység kell ezt felismerni, és micsoda bátorság kell ezt igazán elmondani, hogy Isten nem zsarolható. És még ennél is nagyobb bátorság jelezni, hogy ami igaz volt régen, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, az igaz ma is, még ha megfordítva is. Hiába a teremtőt az emberi ész bírói széke elé odarángatni, és romlott ösztönnel remélni, hát ha jót tesz végre, hogy mentse magát, hát ha áldás szól ránk, hogy újra higgyünk benne, igaz, mindegyre igaz, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Ilyen az Isten. Ezt elmondani csak könyörületes szívvel lehet. Az igazi bátorság a könyörületesség. Már csak az van hátra, hogy megértsük, miért fordítja termőre az irgalom Jókai Anna bátor érzékenységét. A világ befogadásához a szó művészete visz a legközelebb. Sokak passziója volt ez mindig. De Jókai Anna nem passzióból ír, hanem passióból. A két szó között nem nagy a különbség, s meg lehet a szenvedély, és a szenvedés is azonos gyökérből fakad. De aki nem ismeri a szenvedés titkát és erejét, nem tudja termőre fordítani, amit érzékenyen meglát, bátran feltár, mert mindegyre kihagyja magát belőle. Aki ismeri a szenvedés titkát, az együttszenvedést, maga is részes abban, amit megmutat rólunk és nekünk. S ha úgy teszi, mint Jókai Anna, akkor az irgalmasság követe. Isten éltesse, érkezzen hozzánk minél többször.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Anna! Életem, eddig életem, minden bizony a legfontosabb időszaka az a 6 év volt, amit a Magyar Írószövetségben tölthettem el. Az Írószövetség örökös második embereként, 2 elnököt is kiszolgálva. Ebben a 6 évben számtalanszor ültünk együtt az elnökségben Annával, és nem csak a Magyar Írószövetség elnökségében, hanem nagyon sokáig elnökségi tag lehettem az Anna által vezetett írók szakszervezetében. Én nagyon sokat köszönhetek Annának. A mai napig fontos számomra az a szeretet és az a figyelem, amelyet körülvett. Az én pályámon, ami teljesen más irányból indult, mint amilyen irányba Annáé haladt, nagyon fontos volt az, hogy egy idősebb prózaíró, egy fiatal kísérletező minden értékkel a kamasz korának a nyomait magával hozó, lázadóként vitatkozó költőre odafigyel. És nem csak, hogy odafigyel, hanem fontos tanácsokkal lát el. Ez aztán a politika világába való kalandozásomnak is fontos háttere volt, és bizony, amikor úgy döntöttem, hogy aktívan politizálni kezdek, akkor is nagyon sok fontos, hasznos tanácsa látott el. Nagyon sokszor volt iránymutató az, amit ő elmondott, hogy mire kell figyelni, milyen értékek mellett kell kiállni. Az írók, a költők rendszeresen írnak alkalmi verseket pályatársaiknak, kollégáiknak. Az elmúlt 1 hétben sokat bíbelődtem a szavakkal éjszakánként, megpróbálva leküzdeni azt a félelmemet, hogy a politika végképp kiöli belőlem a költészet utáni vágyat. Megmondom, hogy szintén nem sikerült verset írni. Nagyon nehéz ilyen életmód, ilyen munka mellett írni. Ilyen munka mellett éjszakákon keresztül foglalkozni egy-egy sorral, csiszolni egy-egy gondolatot. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy előveszem egy régebbi versemet. És ezt azért teszem, mert ezt a verset Annának írtam, és mert ezt a verset, ugyanúgy ezt jól ismeri, még soha nem olvastam föl, bár kötetben megjelent. Úgyhogy most megteszem. Bár az egyik politikai tanácsadónk azt mondta, hogy most egy pár évig ne olvassak verseket, de most mégis megteszem. A Zsoltáros improvizációk sorozatból. Nem a világot csukták be, az én ablakom lett tejüveg, Jókai Anna. Beesteledett. Itt már semmit sem látni. Nem szűrődik be égi vagy földi fény. Cserélhető és újra tölthető telepek maradványai az üres szobában, szénrudak, salétrom színes vezetékek, napokromjai, kimúlt életek, szétszórt tetemek, eldobható valóság. Kívülről zártam be magam, kicsuktam, vagy éppen bezártam a világot, talán én tettem ezt, én rejtőztem el, enyém a bizonytalan szégyen, a megoldatlan talány. Mégis meg lehet, hogy láthatóvá válunk a kifeszített időben, a felvillanó monitor valamelyik oldalán épp akkor, amikor az áldozataink fölé hajulunk, amikor nem számítunk az alattomosan beszűrődő fényre, miközben onnan, valahonnan látszik, valójában mi vagyunk az áldozatok, mások ízekre szedett prédái. Most úgy tűnik, az ablaknál ülök, mintha tejüveg lenne a keretben, mintha önmagamat keresve pásztáznám a távolt, mintha lebegnék valamilyen finom lében, dagonyáznék a sűrűjében, és közben törött bort kortyolok. De a pohár az ő kezében van, megítél és megint. Ő aláz és ő magasztal. Majd lassan lefogja a kezem, a söprejét a gonoszok isszák meg, és végül átsegít az üvegen, a tisztuló fényben szarvokat megszegem az istenteleneknek, hogy a jók felkeljenek. Isten értesen annál, és köszönök mindent! Kedves Anna, hölgyeim és uraim, püspök úr,
papírt hozott, hogy keretek közé fogja mondani valóját. Az államtitkár úr saját versének határaiban jelölte meg mindazt, amit mondani akar. Én egy ígéretet teszek, megpróbálok rövid lenni. Az előbbi beszédek során egy mozdulatra figyeltem fel, és egy mondatra. A mozdulat annáé volt, amikor valaki kimondta, hogy miért vagyunk itt, felkapta a fejét, és a tekintetében azt láttam, hogy ez nem igaz. Nem igaz azért, mert az alkotó az idők múlásával csak tapasztaltabb lesz. Ennyit érez meg belőle. Az ember pedig mindig fiatalabbnak érzi magát, mint aki. És mi, ha belenézünk a tükörbe, akkor rádöbbenünk, hogy múlik az idő. Ha Anna a tükörbe néz, akkor egy csinos nőt lát. A mondat pedig úgy hangzott, hogy ma a magyar irodalom ünnepe van, ez igaz, de ennél egy kicsit több is van. Ma a magyar közéletnek is ünnepe van, és ha itt parlamenti párt képviselőjéként kell szólnom, akkor ezt kell kiemelnem. Találkoztunk mi néhányszor olyan eseményeken, ahol én talán a direkt politikai, pártpolitikai szempontokat képviseltem, Anna viszont egy értékrendnek a hiteles megjelenítője volt. Egy olyan értékrend, ami lehet, hogy egy-két párt mondani valójával összecseng, de annál sokkal mélyebb, és valahol azoknak a normáknak, közösségeknek, az emberi személy méltóságának a gondolatait jelenítette meg, amik mindnyájunknak fontosak, akikben felelősség él. És ezek a közösségek, legyen az a család, az egyházi közösség, egy jó civil szervezet, lakóközösség, de mindenképpen a nemzet egészének közössége, Anna számára fontosak, és közvetítette nekünk ezeket az értékeket. Ezért bátran mondhatjuk, hogy ez nem csak a magyar irodalomnak, nem csak a közéletnek, hanem minden magyar embernek az ünnepe, amikor őt köszöntjük ebből az alkalomból. Isten éltessen sokáig, hogy továbbra is a nemzetíróra legyen. Kedves jó Anna, kedves testvérek, nem szeretnék partalan lenni, ezért 3 percbe kellene belesűrítenem a mondani valómat. A mai ünnep Jókai Annának az ünnepe és a mi ünnepünk. A mai ünnep a szó ünnepe. Nem véletlenül hangzottak el, és még hangzanak el, szavak, oly sok szó, kedves Anna. Köszönöm a szót, a kimondott és leírt szavakat. A szó ember teremtette lény, maga a szellem, az ember szelleme. A kérdés az, hogy mire irányul a szellem. Ha a végtelen csöndre, megteremti a vallást. Ha a világra, megteremti az irodalmat. Köszönöm, Anna, fogékonyságodat a hitre, a vallásra. Köszönöm a szó teremtette irodalmat. A szó a csönd gyermeke. A csönd nélküli embernek nem csak csöndje nincs, de igazi szava sincs. Az igazi szó magán viseli a személyes csönd karakterét. Köszönöm Anna a csöndet, ahol a szavak születtek. A csönd után a szó öröméről szeretnék elmélkedni. A szó az öröm forrása,
egy lépés a szeretet felé. Az emberi szó beszédre való. A beszéd vágyódik a másik ember után. Őt találjam meg, és benne önmagamat. A beszéd embertől emberig épített eleven híd. Hallatlan ereje van, és hallatlan teherbírása. Köszönöm, Anna, hogy oly sok embert megtaláltál, és a te gazdagságodból oly sokan élnek, mert a te gazdagságod ebben áll. Az igazi szó bátorsága erkölcsi erejében van. A hitelét vesztett szó mélyen szerencsétlen, mert nem a világ drámájára figyel, hogy feltárjon és gyógyítson, hanem önmagára, szerencsétlen káprázataira. Köszönöm, Anna, a bátor és bátorító szavakat, azok erkölcsi gazdagságát. Kedves Anna, köszönöm a szavak hosszú gyaloglását, a prózát. Köszönöm a könnyű futást, a repülés szüneteivel a költészetet. Köszönjük életedet, Isten éltessen! Tisztelt ünneplők, kedves Anna, köszönöm a megtiszteltetést, hogy szülővárosa polgármestereként és egy másik tisztelhető példaképeket kereső generációk képviselőjeként szólhatok most önhöz, illetve önökhöz. Ha a születési dátumok másképpen alakulnak, akkor a tanítványa is lehettem volna, és mindazt a szellemi erkölcsi útmutatást, könnyen elfogadható iránytűt, amellyel életútja és életműve szolgál, nem csak a regényeiből, verseiből ismerhettem volna meg. Íróként ünnepeljük, de műveiben mindmáig a pedagógus szól hozzám. A tanárember, aki elgondolkodtatva osztja meg mondatait, a vitákat nem a vita kedvéért, hanem a közjó érdekében gerjeszti, és ami talán a legfontosabb, nem ex-katedra dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt a magatartást kell tőle elsajátítanunk, ezzel szolgáljuk a közjavát, és ezzel építjük percről percre saját énünket. Valami ilyesmit éreztem nagyjából egy évtizede, amikor személyes Jókai Anna felfedezésem megtörtént a már említett Ima Magyarországért olvastán. A bennünk rejtőzködő, természetszerűleg kicsit önző, fiatalos lendület és hív egy csapásra fordult közös ügyeink az össztársadalmi problémák megoldása felé. Nemzetet, hazát, honfitársakat szolgálni mindig és minden áron. Nekem ezt jelentette ez a szöveg. Szöveg, ami mögött több évtizednyi bölcselet húzódott meg. Jókai Annát olvasva az ember sosem érzi azt, hogy leült az írónő az írógép elé, és álmodozott. Jókai Anna soraiban ott a tapasztalás. Ez adja mondatai hitelességét. És ez az iránytű kell legyen, ez kell iránytű legyen a mai fiatalok számára is. Nem a fejünket homokba dugva kell figyelni a történéseket, hanem tevékeny szereplőiként, részeseiként formálni, alakítani kell azokat, mert ez a tapasztalás. Tisztelt ünneplők, kedves Anna! Tudom, már készül a nagy számvető mű, higgyel, sokunknak lesz mindennapos kötelező házi olvasmánya. Reménykedem, hogy Józsefváros szép, izgalmas említést kap benne. Már csak a tapasztalás miatt is. Isten értesse Józsefváros díszpolgárát.
szépen a szót. Kedves Anna, tisztelt hölgyeim és uraim! A múltkorjában lehetőségünk volt együtt ebédelni. Ez az ebéd úgy kezdődött, hogy beszélgettünk irodalomról, beszélgettünk művészetről, kultúráról, sőt még sportról is beszélgettünk, és sok mindenről. Aztán elkezdtünk beszélgetni emberekről. Elkezdtünk beszélgetni az emberi élet mozgató rugójairól, botlásokról és örömökről, nehézségekről és az életben aratott győzelmekről. És amikor kinéztünk az ablakon pár perc elteltével, akkor azt láttuk, hogy már lassan beesteledett. Ugyanis nem pár perc telt el az ebéd megkezdése óta, hanem több óra. Mégis egy-egy pillanatnak éltük ezt meg, és személy szerint én is egy pillanatnak éltem meg ezt a beszélgetést. Azt gondolom, az örökké valóság egy ilyen örökké megmaradó pillanat lehet. Anna egész élete és egész megélt élete és egész életműve arról szól, hogy ott áll a függöny mellett. Ott áll a függöny mellett, amely az örökké valóságot választja el tőlünk, és néha elhúzza ezt a függönyt. Akinek szerencséje van, az nem csak egy-egy másodpercre, hanem akár hosszabb időre is bekukucskálhat oda, abba a másik világba, az örökké valóságra, és van, akinek csak egy-egy másodperc adatik meg, azonban elég erőt jelent ez az élet küzdelmeihez, és elég erőt jelent ahhoz, hogy érdemes legyen küzdeni a függöny teljes elhúzásáig. Én azt szeretném megköszönni, kedves Anna, hogy te mindig ott állsz, te mindig segítesz minket, hogyha szeretnénk áttekinteni, átkukucskálni abba a másik világba, és köszönjük szépen, hogy egész életedből és egész életművedből erőt meríthetünk. Isten éltessen sokáig! Kedves Anna, tisztelt hölgyeim és uraim! Jánoskám, csak csináljátok, rám mindenben számíthatsz. Lépett oda hozzám másfél évvel ezelőtt Jókai Anna egy írószövetségi rendezvényen. Mondanom sem kell, milyen erőt adott és ad ma is a munkámban ez a biztatás. Ebben a biztatásban nem csupán a nagy író, a volt írószövetségi elnök, a tapasztalt irodalomközéleti személyiség hangja csendült, hanem a baráté is. Igyekszem bölcsen, jól gazdálkodni ezeknek a szavaknak a belső erejével. Jókai Anna azon mesterek közé tartozik, akik alkotói munkájuk, számos kötelezettségeik, fellépéseik mellett arra is szakítanak időt, hogy rajta tartsák szemüket a fiatalabbakon, a pályakezdőkön, válaszoljanak a leveleikre, kérdéseikre. Ritka kincs manapság az ilyesmi. Ritka kincs volt már 20 évvel ezelőtt is, amikor zöldfülű költőként levélben kerestem meg Annát, és nem sokra rájött is az ünnepelt neves írótól a válasz, később a szakmai ajánlások, a személyes találkozások. Nem lehetek elég hálás a figyelméért, amellyel azóta is kitüntet. Szeretetet, alázatot, kitartást tanultam, tanulok tőle. A magyar nyelv tiszteletét. Abban a hitben erősít, hogy az eredendően magányra ítélt ember korán sincs egyedül. Mert ha a valódi értékekre figyel, akkor ez a magány kitölthető és megosztható. Abban a hitben erősít, hogy a világ nem pusztán annyi, amennyit látunk belőle. Nem csupán az, ami kitapintható. Sokkal több. Jóval bonyolultabb és egyszerűbb. A nyughatatlan kamaszkori csillagnézések, a szeretteim temetésén megélt gyász, a lányom születésekor érzett katarzis rádöbbentő erejű tanulságaira találok igazolást Jókai Anna minden sorában, történetében. Még amikor a legmélyebb drámát is ábrázolja, belső fény járja át a szavait, amelyekben megkapaszkodhatunk. Ha figyelmesen olvassuk őt, megtanulunk nem félni. Ő nem azt súlykolja, hogy a félelem alaptalan, hanem arról tesz tanúbizonyságot, hogy legyőzhető. És mindenképp megéri, mert aki fél, az előbb-utóbb butaságokat követel. Aki pedig legyőzi a félelmet, az legyőzhetetlenné válik. A nyár még nem hiszi el, hogy lassan, de biztosan megöli őt az ősz. A halandó valamiféle állandóságot remél. De belefáradt a természet, hogy az egyre kiszámíthatatlanabb emberiségnek mintát szabjon. Árvíz, belvíz, szökőár, aszály, jégverés, földomlás, iszapömlés, orkán és tornádó, tegnap mínusz 7, mára plusz 32. Döglesztő kánikula, átmenet nélkül, a csontig ható nyírkos hideg után. A bőti szelek csúfondárosan, kora ősszel fújnak. Ez már több, mint szeszély, tébolyba hajló hisztéria, megrendültek az önazonosságok. Mindenbe belekóstol, és hányásig zabál a világ.
Ezt olvashatjuk Jókai Anna legutóbbi regényének Parabola erejű nyitányában. Ezzel a könyvvel ismét bebizonyította, hogy nem falazódott be kimagasló életművébe, amelyet egy élő klasszikus igazán megengedhet magának, hanem nagyon is eleven megfigyelője és alakítója korának. A legújabb nyelvi regiszterektől, a mai fiatalok szlengjétől, a moralizáló, filozofikus magasságba törő gondolatvezetésig a magyar nyelv valamennyi tartományát ismeri és műveli. Szereplője, mint mindig, az esendő ember, aki próbál megkapaszkodni a világ zajlásában, amely egyre rémisztőbb iramban robog végzete felé. De ha korunk mai képe jogos aggodalommal tölt is el minket, az egyes ember még megválthatja magát. Ha képes a megbocsátásra, ha képes a szeretetre, ha képes a hűségre. Kedves Anna, a Magyar Írószövetség és a Tokaj Írótábor nevében őszinte szeretettel és nagybecsüléssel köszöntelek téged, és nagyon szépen megkérlek arra, hogy még nagyon sokáig taníts minket, mert nem szeretünk félni. Ehhez kívánok neked egészséget, alkotókedvet, lelki erőt, amellyel bennünket is megtartasz magunknak. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem találok szavakat, sajnos találok. Olyan mélységesen meghatott mindaz, amit kaptam, hogy szokásomtól eltérően azt hiszem, egy kicsit humorizálni is fogok mindazon, amit az életemben megéltem, találtam, és ahogy a most gondolom. Hát kedves barátaim, gyönyörű dolog, amikor ilyen sok szeretet áramlik az ember felé. Másként nagyon nehezen lehetne kibírni, hogy lassan január óta minden nap közlik, hogy 80 éves vagyok. De abban a reménységben vagyok, hogy 81-ben ez már valahogy egy kicsit elcsitul, de nagyon szépen köszönöm, mert tényleg a szeretet nélkül, a visszaáramlás nélkül az ember bizony elbizonytalanodik. És még valamit nagyon köszönök, ezt ugyan elmondtam már néhány megelőző kedves ünnepséget, de ebben a körben sem tudom elhallgatni, hogy ellentétben vagyok egy magyar népmesének a tanúságával, ahol is a rőzseszedő asszonyka azt mondja a fiatal vitéznek, hogy szerencsét, hogy öreg anyámnak szólították. Hát kérem szépen, én ezt kicsit megfordítom, és azt mondom, hogy szerencsétek, fiúk, hogy senki se szólított öreg anyámnak. Ez az egyik, amit higgyétek el, mindig jól esik az embernek, hogyha megtalálják a testvéri emberi hangot, és valóban nem kell azt érezni, hogy múzeumba kerül lassacskán. Úgyhogy nagyon-nagyon jól esik nekem, és még valamit ma ezekben az eszészintű, nagyon őszinte és minden protokoll fordulattól mentes köszöntésekben hallhattam, az, hogy sok fiatal ember köszöntött. Hát ez olyan nagy öröm nekünk, és azok, akik itt vagyunk, kedves barátaim, és megérték már ezt az életkort, vagy valamivel fiatalabbak, netán Isten kegyelméből idősebbek, tudják, ismerik azt a félelmünket, hogy szép-szép dolog, hogy mi mondjuk a magunkét, csináljuk a világban, amit tudunk, de hogyha elkerülhetetlen, eljönnek azok a nem szeretem órák, és fel kell váltani ezt a kies, de néha olyan gyönyörű földi tartózkodást egy másik szférával, akkor ott van az ember szívében a szorítás, hogy vajon lesz-e folytatás. Vajon a gyerekeink, a fiaink, a lányaink, az unokáink, azok a fiatal közéleti emberek, akiknek megadta a lehetőséget az Isten, hogy segítsenek, vajon föl tudják-e venni ezt a fonalat. Ezért én mindig akárhova megyek, nagy szeretettel az őszfejek iránt, de mindig kutatom, hogy vajon hány fiatal ember van ott, hányan vannak, akik még érdeklődnek, akikben van egy olyan hit, hogy tovább kell vinni az életet. Én különösen ezt köszönöm. Tapasztalt, drága, idősebb barátaimnak a szívből jövő szavakat, az ifjabbaknak pedig azt, hogy megérezték, hogy van az emberi életnek egy óriási adottsága,
hogy bárhány éves az ember, ha valamit megőriz a lelkében, ami fiatalság, akkor azt a vonalat igenis fel kell használni. Én azt szoktam mondani, hogy nem úgy kell megőrizni sem a fizikai, sem a szellemi épségünket, hogy időskorunkban 20 évesnek akarunk kinézni, hanem úgy kell megőrizni, hogy azt az 5 éves gyereket, aki még hitt abban, hogy ezt a keserves világot valahogyan át lehet fényezni, azt az 5 éves gyereket nem hagyjuk meghalni. Itt hordjuk valahol magunkban. És az az 5 éves gyerek mindig megszólal. Amikor azt érzi, hogy valami rossz, valami igazságtalan, vagy valami fáj. Higgyék el, ez az, ami az emberből ki tud ragyogni. Ez a valami, amit úgy adott bele a teremtés, hogy ennek nincsen kora. A másik pedig az, hogy abban a korban, amiben jutottam, én mindig úgy gondolom, hogy már jó 8 esztendeje egy ajándékidőben élek. És ezt azért mondom, hogy ajándékidő, mert az én hitbéli tudásom szerint úgy gondolom, hogy körülbelül 72 éve esik az embernek az a megélhető évszáma, amit úgy, hogy úgy mondjam, kegyelmes pillanatokban meg kell, hogy éljen ahhoz, hogy földolgozza azt a traumát, hogy mit jelent földi embernek lenni. De utána jön valami, jönnek évek, és ezeket az éveket, ezeket nem azért kaptuk, hogy ezeket elpazaroljuk, nem azért kaptuk, hogy vidáman viháncoljunk, nem azért kaptuk, hogy leszóljuk és megítéljük a mai fiatalokat, hanem úgy kaptuk ajándékként, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Ez ajándék, ez azért adta a világ teremtő ereje, egyrészt, hogy be tudjuk fejezni, amit addig csináltunk, másrészt pedig azért, hogy úgy tudjuk áttekinteni az elmúlt évtizedeket, hogy megkeressük benne, bizony ki kell mondanom ezt a szót, néha bűntudattal, megkeressük benne, hogy mi volt, ami rossz volt, mi az, amit elrontottunk, nem csak az, hogy kik vétettek ellenünk, hanem hogy mit és kinek vétettünk. Nincs olyan ember a Földön, akinek nincs elszámolni valója. És ezek az úgynevezett utolsó évek, és ezt most ne vegyék morbid dolognak, mert ezek az évek akkor is utolsó évek, hogyha még hosszú esztendőket ad egy kegyelem. Akkor is az élet utolsó harmada. Ezt tudomásul kell venni. És ezt az utolsó harmadot, ezt kell megtölteni olyan munkával, olyan szorgalommal, amit fiatalkorunkban talán nem bírtunk. A Ne féljetek benne, ebben a valóban kultikussá vált regényemben sokat beszélek arról, hogy az öregségnek két nagyon fontos támasza van. Az egyik a bátorság, amiről itt hallottam, kedves barátaim emlegették is velem kapcsolatban, örülök, ha bátornak tartanak, néha el tudok gyávulni, különösen amikor személyes viszonyaimra tekintek. A másik pedig az önirónia. Hát kérem szépen, bátornak kell lenni azért, mert nincs olyan szépséges asszony, nincs olyan daliás gavallér, aki amikor belenéz a tükörbe, ne jöjjön rá, hogy valami elmúlt. Kérem, ehhez bátorság kell. Ezt higgyék el nekem, bátorság kell ahhoz, amikor az ember megy a lányával az utcán, és már nem őt nézik meg, hanem a lányát. Bátorság kell a gavallérnak ahhoz, hogy ne sértődjön meg végleg, amikor a lányának az osztálytársnője belibben is azt mondja, hogy csókolom Feri bácsi. Ezt gondolom kedves férfi társak is ismerik időnként. Tehát úgy nézni szembe az életnek a dolgaival, hogy tudomásul kell venni, ami van, és ugyanakkor nem úgy tekinteni ezt az edényt, amiben a halhatatlan lelkünket töltötték, nem úgy tekinteni, hogy ezt el kell hanyagolni, hanem úgy, hogy meg kell szentelni. Vigyázni kell rá, mert tart valamit. Ez a valami fogja visszaadni azt, ami legbelül a legértékesebb volt. És talán nem tartják furcsának, ha azt mondom ebben az elbizakodott művészvilágban, amivel körül vagyunk véve, hogy nem ez a fontos a dologban. Végtelenül boldog voltam, végtelenül örültem, hogy szinte egybehangzóan, kedves barátaim, mindazok, akik megtiszteltek a szavaikkal, arról beszéltek, hogy van itt egy nagy törekvés, hogy az életmű és maga a megélt élet az egy szinten legyen. Ennél nehezebb dolog nincsen. Ezt tessék nekem, vitatják is, írókollégák is vitatják. Nagyon gyakran mondják, hogy nem számít. Nem számít, hogy ki hogy él. Nem számít, hogy mit mond. Az a fontos, hogy a mű milyen. Lehet, hogy a műben így van, de én tudom,
azt kell mondanom, mert nem csak Isten hívő, hanem Isten tudó ember is vagyok, hogy van egy olyan mérleg, ahol nagyon is számít. És ehhez nem kell művésznek lenni, nem kell írónak lenni. Hát hadd higgyem azt, és hadd halljak meg ebben a tudatban, hogy mindenki megkapta maga kis feladatát ebben az életben. Aki tisztességesen megtalpalja valakinek a cipőjét, az a hó eltakarító segédmunkás a kis mellénykéjében, aki egy beteg öregembernek a háza elől önként eltakarítja a nehéz téli havakat, az nagyon sokat fog nyomni azon a mérlegen, és lehet, hogy valaki elegáns, csokornyakkendős, 5 diplomával rendelkező úr, avagy hosszú műkörömmel rendelkező hölgy, ezen a mérlegen sokkal kevesebbet fog nyomni. Más ez az ítélet. És én azt hiszem, hogy a jövő századnak, és ennek a századnak az elkövetkezendő feladata, oda-vissza vinni az irodalmat, és ezzel együtt a művészetet, ahol a keletkezésében volt, ahol még a vallás, a tudomány és a művészet egybe tartozott. Azt a rést, ami, hogy úgy mondjam, az égi valóság és a nehéz földi valóság között egyre nagyobbra vált, ezt valahogy közelíteni kell. Följebb kell emelni a földet, mielőtt ránk szakad az ég. Én ezt szeretném megcsinálni, amit még erőm enged, és hát csak abban a reményben vagyok, hogy marad egy-két mondatom, amit talán le lehet venni másodszor is a polcról. Nagyon köszönöm, nagyon jó nekem, mert olyan ember vagyok, aki nem tökéletes, hála Istennek van még mit tanulnom, legalábbis remélem, amíg elmegyek, és nagyon vágyom a szeretetre, ez nagy emberi gyöngeség. Minden este elimádkozom, hogy add Uram, hogy ne azt akarjam, hogy engem szeressenek, hanem azt akarjam, hogy én tudjak szeretni. Minden reggel felébredek, és azt mondom, de a kutyafáját, hát azért engem is szeressenek. Tehát nem vagyunk szentek, emberek vagyunk, jól esik, köszönöm szépen. És így csak azt tudom mondani, hogy amíg élek, szolga nem leszek, de mindig szolgálni fogok. Köszönöm.